Bencsik Balázsra a Nemzeti Kibervédelmi Intézet igazgatójával beszélgetünk, és ha már szó került itt a konferencián az óvodásokról, akkor hagyj kezdjem egy óvodás kérdéssel. Szóval, hogyha valaki egy Nemzeti Kibervédelmi Intézetnek az igazgatója, akkor annak hacker múlttal kell rendelkeznie? Nem. Egyáltalán nem. De nem árt. Egyébként végzettségemet tekintve egyébként jogász végzettségű vagyok. Azon belül is infokommunikáció az a szakterület, amivel foglalkoztam. Az viszont a kérdés a tekintetben jó, és szerintem az a társadalmi megértés szempontjából, hogy lefordítsuk a kibertér fenyegetéseit az állampolgár köznyelvére, nagyon fontos, hogy legyen a szakma és a köznyelv között egy olyan kapcsoló, aki el tudja magyarázni, hogy amit a szakma talál problémát, az milyen hatást tud kifejteni az ember életébe. Tehát ilyen szempontból hasznos, hogyha az ember nem szakmabeli, nyilvánvalóan könnyíti az életet, hogyha igen, de inkább azt mondanám, hogy ami nagyon fontos, ez a transformáció, hogy hogyan tudjuk elmagyarázni a közönségnek, hogyan tudjuk elmagyarázni az állampolgároknak, mi az, amitől tartaniuk kell, és annak milyen közvetlen hatása lesz az életükre. Ez nem majdnem politikusi feladat, mert a politikusnak is ugye az államháztartás működését kellene valahogyan kommunikálni az embereknek, és az emberek igényeitek az államháztartás belé. De hát, itt most tulajdonképpen másról van szó. Miképpen az aktuális trendek kibervédelem tekintetében? Tehát mit lehet elmondani Magyarországról? Az általános trendek, és hogyha maradjunk egy picit azért a konkrétumoknál már olyan szempontból, hogy miről szólt ez a konferencia, hogy azért itt azt látjuk, hogy egyre inkább, és mind számszakilag, mind a szofisztikáltság, vagy a minőség tekintetében, azért a mai kor internet userét, és hadd használjam direkt ezt a szót, az internet userét azért egyre komolyabb problémák fenyegetik, vagy egyre komolyabb fenyegetésekkel kell, hogy szembenézzenek. És azért ez a fajta mind a minőség, mind a mennyiség tekintetében való növekmény, az arra valamilyen választ kell adni. Nyilván vannak különböző típusú válaszaink, technikai, szervezetbeni válaszaink, azonban mindig azt kell szem előtt tartani, és az, ugye van egy olyan közhely, hogy mindig az ember a leggyengébb láncszem, tehát hogyha ezt a közhelyet elfogadjuk, és ez mondjuk sajnos igaz is, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mai korban a biztonságtudatos viselkedés az egyik legfontosabb, és a fenyegetéseinket preventív módon, vagy hogyha a fenyegetéseknek a megelőzésére helyezzük a hangsúlyt, akkor ez az egyik legeslegfontosabb dolog, és ebben a biztonságtudatos magatartásban, az erre való nevelésben, az erre való oktatásban kell, én úgy gondolom, minél inkább előrelépnünk, és erre kell a legtöbb energiát és erőforrást felhasználnunk. Tehát magyarán szólva, költhetetként bármennyit tűzfalakra, vírusírtókra, hardveres kütyükre, hogyha egyszerűen az van, hogy a Facebookra kiposztolom, hogy most elutaztam 2 hétre valahová egy melegebb éghajlatra, akkor mondjuk nagyon egyszer, abból nagyon sokan sokféleképpen össze tudnak jövőkelni. Igen, egyébként ez egy, de jó a példa valóban, mert ez azt mutatja, hogy minél többet mutatunk meg magunkból a világnak, és hogyha ez a fajta megmutatás, ez real-time módon történik, tehát tulajdonképpen végigkövethetik az én életemet percről percre, akkor ez a kitettség, ez még inkább jelentkezik. Tehát ugye ezt én mindig azt szoktam mondani, hogy az embernek van egy teste, de az embernek van egy úgynevezett adatteste is, ami megjelenik az interneten, na és hogy ez az adattest mekkora, na ezt kell nekünk mérlegelni és eldönteni, és ezzel összefüggésben kell azokat a kockázatokat mérlegelni, amik mondjuk egy ilyen kitárulkozó életből ránk veszélyforrásként ugye visszahatnak. Ez egy paradicsom lehet egy hackernek, hogyha valaki egy ilyes mindent megoszt magáról mondjuk a Facebookon. Ugye azt látni kell, hogy a nagy úgynevezett hackkelések, hívjuk ilyen egyszerű szóval, a nagy hackkelések, azok mind
mindig, nem azt mondom, hogy mindig, de a legtöbb mögött valamilyen úgynevezett social engineering, tehát az emberi viselkedést, vagy az emberi magatartást kihasználó tényezők állnak, és bizony-bizony a hackerek mindig az embernek azt a gyenge pontját találják meg, amin keresztül utána az informatikai rendszerbe is be lehet jutni. Tehát ez a fajta social engineering témakör, én azt gondolom, hogy egyre fontosabb lesz, eddig is nagyon fontos volt, de ahogy egyre és egyre több szolgáltatásunk az interneten van, egyre több szolgáltatást onnan veszünk meg, és tulajdonképpen mindenki ugye az interneten éli az életét, tényleg idézőjelbe zárva, akkor ez a fajta kitettség, meg ez a fajta adattest bizony itt elég komoly fenyegetésekkel néz szembe, hogy így mondjam. Meg tudjuk magunkat védeni? Az igazság, hogyha az ember megnézi mondjuk a Snowden filmet, ugye ahol ott azért látjuk azt, hogy megfelelő szerveknek micsoda fantasztikus eszköztára van arra, hogy az embereket befolyásolja, hogy az embereket lehetetlen helyzetbe juttassa. Van arra lehetősége egy átlag állampolgárnak, hogy egyébként megvédje magát bármely vigyázó szempár ellen? Ez egy nagyon, nagyon sarkos kérdés volt, elnézést. Bevallom őszintén, ezt a filmet nem láttam, de el tudom képzelni, hogy miről szól, és nyilvánvalóan a magánéletünknek a biztonsága hagyományos értelemben együtt jár nyilván azzal, vagy mindig felvetődik kérdésként, hogy vajon kik akarják ezt kifürkészni, megfigyelni. Ugye régebben hagyományosan azt szoktuk mondani, hogy vannak különböző államberendezkedések, ahol a magánéletnek ugye kevésbé van jelentősége, és akkor ott az állam az, aki megpróbálja ezeket a magánéleti titkokat kifürkészni. Most pedig ugye a mai világban inkább az a jellemzőbb, hogy természetesen megvan ez a úgynevezett hagyományos oldal, de most inkább az a jellemzőbb, hogy nem kell semmilyen államhatalom, meg óriási infrastruktúra és hatalmas nagy technikai eszközrendszer ahhoz, hogy ezen magántitkainkat tulajdonképpen kifürkészszék. Egyrészt azért nem, mert mi saját magunk megosztjuk, tehát ez a triviális válasz. A másik pedig az, hogy lehetővé tesszük a nem biztonságtudatos magatartásunk révén, hogy kvázi nyitott ajtókon keresztül beférkőzzenek a mi legbensőbb titkainkba és az életünkbe. Tehát én azt mondom, hogy kicsit át ebben a világ, tehát 21. században már azzal nézünk szembe, hogy vajon ki figyel minket a tévéken keresztül, ki az, aki nézi a rendeléseinket a hűtőszekrényünk rendelési adatai alapján, ki az, aki meg tudja mondani, mikor vagyunk otthon, azáltal, hogy tudja, hogy a fűtésrendszerünk mikor kapcsol be, illetőleg ki. Tehát ez mind-mind oda vezet, hogy az embereknek figyelemmel kell arra lenni, úgy, mint például régebben, amikor az autóvezetésnél felhívták a figyelmünket a biztonságra, hogy mindig úgy kezdjük, hogy bekapcsoljuk a biztonsági övet, az internet elé, amikor leülünk, ott is be kell kapcsolnunk ezt az úgynevezett virtuális biztonsági övet, ami nem kell természetesen, hogy gátoljon minket az előrehaladásban, de egyfajta védelmet kell, hogy biztosítson, amikor ütközés történik a világsztrádán. Hú, az igazság, hogy ezek annyira jó témák, hogy szerintem még órákig tudnánk itt ülni és beszélgetni, de szeretnék visszakanyarodni a konferenciához és ahhoz, hogy most lesz majd egy olyan esemény, ugye, ahol, hogyha jól értettem, akkor kifejezetten akár a fiatalokat, a gyerekeket védő technológiák, ismeretek átadása fog történni. Gondolom, hogy ennek a nagy tömegű digitális tudatosság, vagy nem is tudom, hogy hogyan tudnám ezt a legmegfelelőbb kifejezéssel jellemezni, ennek egy részletére. Mely részletekre fókuszál ez a kampány? Ugye itt az Európai Unió most már 5. évben rendezi meg a kiberhónap esemény sorozatot, amelynek az a célja, hogy a kiberbiztonsági témaköröket lehozzuk az állampolgárok szintjére, és megpróbáljunk valamilyen nyilván kézzelfogható eredményt, üzenetet közvetíteni a felhasználó állampolgárok számára. És az idei kampány 4 témakör köré szerveződik, és az egyik ebből, és ez egy újdonság egyébként a kampány történetében, hogy az otthon biztonságára koncentrál. És azért az otthon biztonságára koncentrál, mert hogyha meghallgat valaki egy kiberbiztonsági előadást, biztos, hogy nagyjából a harmadik mondat után előjön az
IoT, tehát az Internet of Things témakör, és innentől kezdve, hogy tulajdonképpen a családi életünk, illetőleg az otthonunk, az tulajdonképpen a világháló nyugszik, mármint annak a működése, innentől kezdve a személyes életünk is, ugye, ezeken az eszközökön keresztül tulajdonképpen azon nyugszik, és az Unió felismerte azt, hogy bizony-bizony az otthon biztonsága, amiben beletartoznak a gyermekek és beletartoznak a szülők, oda kell most az erőforrásokat összpontosítani, legalábbis ott kell üzeneteket megfogalmazni, és tulajdonképpen Magyarországon is ebben a témakörben lesz olyan partner, aki kifejezetten ellátogat iskolákba, és erről a témakörről fog figyelemfelhívó előadásokat tartani. Én azt gondolom, hogy nyilván ez egy kampány, tehát ez egy meghatározott időszakra szól, és ezt folytatni kell, tehát az én gondolatom az, hogy minden ilyen szervezetnek, aki például egy ilyen kampányba belefolyik, neki ezt a fajta, tehát ebből a hónapból át kell tudnia eredeztetni ezeket a megoldásokat egy napi szintű figyelemfelhívásra, egy napi szintű életbe. Tehát én például azt gondolom, hogy ha ezekből a például a családi otthon védelméből, vagy ezekből a témakörökből egész évre ki tudunk tenni egy biztonságtudatosító kampányt, na akkor fogjuk elérni az igazi eredményt, hiszen akkor nagyon sok emberhez el fog jutni az az üzenet, hogy például hogyan kell beállítani az otthoni tévét annak érdekében, hogy a gyerekünk ne jusson hozzá olyan tartalmakhoz, amik számára károsak lehetnek. Hú, ezek nagyon-nagyon izgalmas kérdéskörök, és megmondom egész őszintén, nagyon szívesen elmélyülnék, hogyha valaki többet szeretne erről az egész kampányról megtudni, akkor hol tud erről tájékozódni, hogyan tud ebbe bekapcsolódni? A Kiberhónap rendezvény sorozatnak egy külön weboldalt nyitottunk, kiberhónap.hu elérhetőségen, és itt tudnak tájékozódni a felhasználók egyrészt az aktuális programokról, és tervezzük azt, hogy ezen a honlapon jelentetünk meg olyan biztonságtudatossági felhívó anyagokat, ami kis, hasznos, praktikus, tényleg a napi élethez szükséges trükkökkel és megoldásokkal tudnak jelentkezni, annak érdekében, hogy az internetes életünket biztonságosabb be tudjuk tenni. Ez nagyon-nagyon jó. Bencsik Balázs, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.